Ezen az amatőr felvételen jól látszik, mekkora pusztítást képesek végezni az amerikai fehér medvelepke hernyói. A levélnek szinte már csak a funákja maradt meg, minden mást megettek a falánkpajorok. A kártevő Észak-Amerikából került Európába. Nagyon kártékony rovar, több mint 200 növényfajon képes kifejlődni. Ahol megtelepedik, ott hatalmas pusztítást végez a növényeken. Idén Tolna megyében különösen sok pajor van, az okát egyelőre a szakértők is találgatják. Jelenleg minden észszerű magyarázatnak ellentmond a szövőlepke fellépése. A kártevő két nemzedékes, mindig a második nemzedék az erősebb. Ez augusztus-szeptemberben fog bekövetkezni a második nemzedék rajzása, de mivel az első nemzedék ilyen erős, mostani időszakban ezért mindenképpen felhívnánk a gazdálkodók figyelmét, hogy védekezzenek a szövőlepke ellen. A szövőlepke hernyója leginkább a gyümölcsfákat veszélyezteti, de a szőlőt is szereti a rovar. Védekezni ellene legegyszerűbben vegyszeres megoldással lehet. A kémiai lehetőség a rovarölőszerek. Boltba kapható, mindegy 30-40 körüli azok a pirettoidok, egyéb hatóanyagok vagy csoportba tartozók, amik egyébként gyümölcsfáknál, szőlőnél, szívórágú kártevők ellen hatásosak, a szövőlepke ellen is hatásos. Az országnak ezen a részén egyébként viszonylag gyakran okoznak gondot a medvelepke hernyói a mezőgazdaságban. Legutóbb 2017-ben történt meg, hogy a pajorok rendkívüli módon elszaporodtak.